Felkészítő tanáraik mellett a Tisza-szalkai iskolások a megyeháza elnöki tárgyalójában. Abból az alkalomból fogadták őket, hogy a diákok megnyerték az Értékek, Kincsek, Hagyományok a Kárpát-medencében című Hungarikum vetélkedő 8. osztályosoknak kiírt versenyét. Erre a lakiteleki névfőiskolában került sor a múlt héten. A fiatalok a megyei értékek bemutatására is nagy hangsúlyt fektettek. Az első három dolog, amit bemutattunk, egy Hungarikum, a tiszai halászlé, a második nap, a döntőben pedig a megyénkhez köthető, nem ismeretes megyei értékeket, a tiszaadonyi kecskesajt és a beregdaróci vászonvirágot mutattuk be. A versenyre több mint 200 magyar és határon túli csapat regisztrált, a döntőben közülük 8 vett részt. A Ballagó Hagyományőrzők nevű tiszaszalkai csapat minden fordulót fölényesen nyert meg. Csütörtökön a megyei közgyűlés elnökének és egyik alelnökének meséltek tapasztalataikról. Győzelem mellett, amire nagyon büszkék vagyunk, és aminek nagyon örülünk, hogy ők lényegében követei a megyei értékeknek is, hiszen olyan értékeket vittek magukkal, amelyek a megyei értéktárnak a részei, és be is mutatták őket, és ezáltal megismertették országot, világot velük. Így lesz, remélem, most már országosan ismert akár a tiszaadonyi kecskesajt, vagy a beregdaróci vászonvirág. A közgyűlés ülésének elején emléklapokkal jutalmazták sikerüket, amelyben a tanulók mellett felkészítő tanáraiknak is nagy szerepe volt.